Milliárdos beruházások, bővült és korszerűsödött két Szabolcs megyei egyházi oktatási intézmény. Adóváltozás, megszűnik a 30%-os baleseti adó, helyét a 23%-os biztosítási adó váltja. Tanúszoda Tiszavasváriban. Új sportlétesítmény épülhet a közeljövőben a szabolcsi településen. Több mint 210 ezer fő kezdte a 2018-19-es tanévet egyházi oktatási intézményben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A hétvégén átadták a felújított és kibővített Nyírbátor és Geszterédi oktatási intézményeket. Az ünnepélyes tanévnyitókon Soltész Miklós államtitkár az egyházi iskolák fontosságáról beszélt. Hozzátette azt is, hogy ezek erősítik ugyanis a kereszténység ezer éves gyökerét, illetve erkölcsi nevelést adnak a diákoknak. A két iskola összesen mintegy 2 milliárd forintból korszerűsödött. A Geszterédi Szent Anna katolikus óvoda és általános iskola 2016. szeptember 1-től került egyházi fenntartás alá. Az intézmény felújítását rá egy évre, 2017. szeptemberében kezdték el. Az oktatás mellett mindössze egy év alatt sikerült befejezni a korszerűsítést és bővítést. Ezt leginkább az indokolta, hogy egyre több diák tanul az intézményben. Jelenleg az iskolai diákok létszáma 170, az óvodai pedig 60. A település eddigi legnagyobb beruházása fejeződött be az oktatási intézmény felújításával, amelyet a magyar kormány és a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye támogatott. A régi 1956-ban épült épületszárny teljes újjáépítése, korszerűsítése, napelemmel való ellátása történt meg, hőszigetelése. Másodszorban pedig egy teljesen új épületszárny épült, 8 új tanteremmel, aulával, ebédlővel, orvosi szobával felszerelve, és természetesen kiegészítő szobákkal is, például nyelvi labor, számítástechnikai labor épültek meg ebből a projektből. Ez körülbelül 700 millió forint összegben épült meg. Nyírbátorban is rendhagyó volt az idei tanévnyitó ünnepség. A Bátori István Katolikus Általános Iskola, gimnázium és szakgimnázium egy új épületrésszel bővült. Az 1,3 milliárd forintos beruházás szintén a kormány és az egyházmegye támogatásából valósulhatott meg. Itt 9 tanterem, egy tornaterem, illetve egy konyha és hozzátartozó ebédlő épülhetett meg az elmúlt egy év alatt. A nyírbátori iskolában főleg a testnevelés és a nyelvoktatás a kiemelkedő területek. Az intézményben 480 diák tanul. A korszerűsítésre és bővítésre már évek óta várt az iskola. Az igény az már megfogalmazódott 2014-ben, hiszen indítottunk egy általános iskolai osztályt, ami testnevelés tagozatos volt. Kormánydöntés volt az a mindennapi testnevelés, nem voltak meg a feltételek, illetve ami a legnagyobb hiányosságunk volt, hogy az 500 gyereknek nem volt ebédelési lehetősége, tehát hatalmas űrt tudtunk ezzel betönni, hogy megépült. A nyírbátori intézmény átadó ünnepségén a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt időszakban több milliárd forint értékű intézményi felújítások valósultak meg Nyírbátorban és környékén. 36 intézmény, 7,5 milliárd forint értékű állami támogatást kap, illetve kapott az elmúlt időszakban. Ebből 22 iskola, 9 bölcsőde és 7 óvodai köznevelési intézmény. Ilyen mértékű fejlesztés a rendszerváltás óta nem volt a választókerületben, ugye ami 33 települést számlál, ilyen formán Isten igazából minden település érintett valamelyik közoktatási, köznevelési intézmény fejlesztésével. Az egyházi iskolába járó diákok száma ettől a tanévtől már meghaladja a 210 ezer főt, közölte az egyházi nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár a Szabolcs megyei településen. Ezek az intézmények erősítik a kereszténység ezer éves gyökerét, illetve erkölcsi tartást és nevelést adnak a fiatal korosztálynak, tette hozzá Soltész Miklós. Óriási nagy igény van az egyházi iskolák iránt. Legnagyobb mértékben a katolikus, után református, evangélikus és más felekezetekhez tartozó, de akár zsidó felekezeti iskolák irányában is nagyon nagy a jelentkezés, a túljelentkezés sok helyen, és ezért teljesen természetes az, hogy ahol igénylik
az egyházaink vezetői, illetve ahol igénylik a szülők, pedagógusok, a teljes természetességgel átadjuk az iskolákat, állami iskolákat egyházi fenntartásba. Még sok-sok iskola jelentkezett, sok-sok település jelentkezett, most is ebben az évben is, de a következő évben nem is látjuk ezt a folyamatot. A 2018-2019-es tanévet 1.250.000 általános és középiskolás diák kezdte el hétfőn. A tanítási év hosszában nincs változás. Az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én pénteken lesz. Olvasható az eduline.hu oldalon. Megszűnik a 30%-os baleseti adó, helyét a 23%-os biztosítási adó váltja fel a kötelező gépjárműfelelősség biztosítások esetében. Az új adót nem a biztosítási díjon felül kell majd megfizetni, hanem a társaságoknak kell befizetniük a költségvetésbe. A változás a jelenlegi szerződéseket nem érinti, csak a 2019. január 1-e után kötötteket. Eddig a kötelező felelősség biztosítással együtt járt egy baleseti adó megfizetése is. Ennek az adónak a mértéke az éves biztosítási díj 30%-a, de van egy felső határa is. Az ügyfél nem fizethet többet napi 83 forintnál, azaz a baleseti adó évente legfeljebb 30.295 forint lehet. 2019. január 1-től azonban fontos változást lép életbe, a baleseti adót egy új adó nem váltja fel. A baleseti adó meg fog szűnni 2019. január 1-től, de helyére be fog lépni egy biztosítási adó, ami 23%-os mértéket fog jelenteni. Ez már beleszépítve az ügyfeleknek a biztosítási díjába. Nagyon fontos változás, hogy nem január 1-től fog mindenkinek életbe lépni ez a változás, hanem ahogy a biztosítási szerződésének az évfordulója elérkezik. Aki tehát mondjuk idén december 30-án vásárolna a gépjárművet és kötné meg aznap rá a kötelező felelősségbiztosítást, az jövőre egész évben az eddig érvényben lévő szabályok szerint a baleseti adót fizetné még. Akinek viszont 2019. január 1-ével vagy azt követően lejár a szerződése, már csak az új rendelkezéseknek megfelelően a biztosítási adót magában foglalva tud újra kötni vagy átszerződni másik biztosítóhoz. Változás az is, hogy a biztosítási adót az eddigiekkel ellentétben nem a díjon felül kell megfizetni, hanem a biztosítóknak kell befizetniük a költségvetésbe. Viszont ezt a társaságok akár áthárithatják ügyfeleikre. A gyakorlati mi voltját még nem ismerjük, hogy hogyan fog ez majd a díjban képződni. Valószínű, hogy áremelkedés fog jelentkezni majd a biztosítási díjakban, hiszen ugye nagyon sok a károknak a száma is, és valahogy ugye ezeket a károkat is rendeznie kell a biztosító társaságoknak. A változó adónemek esetében érdemes odafigyelni arra is, hogyha egy társaságnál több különböző biztosítása is van az ügyfélnek, akkor kedvezőbb díjat érhet el. De az is elképzelhető, hogy egy másik biztosító más paraméterek mentén egy magasabb vagy egy alacsonyabb díjat határoz meg. Viszont ennek buktatói is lehetnek, ugyanis a biztosítók többsége úgynevezett együttbiztosítási kedvezményt alkalmaz, ami a kötelező díját, a kaszkóját és a lakásbiztosítását is érintheti. Új tanúszoda épülhet Tiszavasváriban a kormány úgynevezett TTT programjának köszönhetően. Ennek keretében újultak meg vagy épültek tantermek, tornatermek és tanúszodák az elmúlt években. A program első üteme 2015-ben indult, annak keretében 25 településen létesül új tanúszoda, a második ütem 2017-ben indult, ebben pedig 26 településen jelöltek ki új tanúszodaépítést. A kézilabdának és a focinak már hosszú évekre visszavezethető hagyománya van Tiszavasváriban, és a kormány is kiemelt stratégiai ágazatként kezeli a sportot, hangzott el a településen szervezett sajtótájékoztatón. Tiszavasváriban aktív és mindig is aktív volt a sportélet, azonban az utóbbi időre elmondható, hogy voltak problémák, akadályok, nehézségek. Ennek ellenére a sportban dolgozók, egyesületi tagok, sportbarátok, sportolók mindent latba vetve megtettek mindent azért, hogy a legjobbat kihozzák ebből a történetből. A jövőre nézve ezen mindenféleképpen szükséges változtatni, segíteni őket. Szándékom az, hogy többet tudjunk adni a sportbarátoknak, a sportolóknak, a sportrajongóknak, Tiszavasvárban legyen jövője a sportéletnek. A sportoláshoz a feltételeket és a különböző létesítményeket is biztosítani kell, ezért az állam minden támogatást megad ezek építéséhez, közölte Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. A sportnak közösség megtartó ereje is van, ezért is fontos a járási központ működésében.
Szeretnénk az önkormányzat kapcsolatát javítani a megfelelő társadalmi csoportokkal. Egyébként a sportfórum itt Tiszavasváriban nagyon szeretik a sportot, nagyon jelentős az utánpótlás képzés, nagyon jó a labdarúgó csapatuk, és a kézilabda is messze földön híres. A tanúszodák építése azért is fontos, mert az úszás alapsportág, illetve a testnevelés órákba is be van építve az úszás óra, közölte Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár Tiszavasváriban. A kormány úgynevezett TTT programjában tantermek, tornatermek és tanúszodák épülnek és újulnak meg. A második ütemben 26 település jelöltek ki, ahol tanúszoda épülhet. Ez a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében második ütemben az a döntés született, hogy Tiszavasvár is kap egy ilyen gyönyörű, szép tanúszodát, ami tényleg azt a célt szolgálja, hogy a környék és a város és a települések, hiszen járásközpontról van szó, tényleg azt tudja nyújtani, hogy ne legyen olyan gyermek, aki nem tanult meg azért úszni, mert nem volt vízfelület a közelben. Úgyhogy ezt fogja biztosítani ez a létesítmény. Ebben van egy tanmedence, és van egy 25 méteres úszoda is, és ez tényleg kiszolgálja akár a versenysportot, az utánpótlás nevelést is, de elsődleges célunk az, hogy minden gyermek tanuljon megúszni, és ezáltal a családok is jöjjenek, és menjenek úszni, sportolni, mozgásgazdagon élni, hiszen egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk az egészségünket, az pedig a sport. A településen egyelőre még nem találták meg a közeljövőben épülő tanúszoda helyét, de Szabó Tünde hozzátette, már van ötletük a megfelelő helyszínre. 4 millió forint értékű cigarettát találtak egy Ukrajnából érkező nemzetközi vonaton Záhonynál, a 4500 doboznyi csempész dohányárut egy hálófülke plafonjába rejtették, miután eltávolították a kabin szigetelő anyagát. A két vonat kísérő állítása szerint nem volt tudomásuk a csempész áruról, annak ellenére, hogy engedélyük nélkül sem az indulási, sem a végállomáson nem végezhető módosítás a szerelvényen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei az igazolatlan eredetű cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Szombaton véget ért a Vidor Fesztivál. A versenyprogram előadásai mellett a művészasztalhoz is várták a közönséget a szervezők. A vendég ezúttal Háj János, József Attila díjas író, költő volt. Az esten a szerzővel Kovács Dénes beszélgetett. A Móri Zsigmond Színház művészei részleteket adtak elő Háj János, a Bogyós gyümölcs kertész fia és a Gyerek című műveiből. Az elmúlt évben a Vidor Fesztivál idején indult a Művész Asztal című rendezvénysorozat, ahová a legkedveltebb kortárs írókat hívták meg a szervezők. Az öt esten az irodalom barátok találkozhattak többek között Boldizsár Ildikóval, Grecsó Krisztiánnal és Dragomán Györggyel is. Szombaton Háji János volt a Művész Stúdió vendége, aki nem csak prózájáról ismert, drámáit is nagy sikerrel játsszák a hazai teátrumok. Háj János egy nagyon-nagyon izgalmas és meghatározó a kortárs irodalomban, meghatározó alkotó, egyrészt sokrétű író, költő, drámaíró, festő, illusztrátor, aki a kötetei borítóját maga tervezi. Másrészt olyan kérdéseket feszeget, érint, hogy vidékiség, fővárosiság, hátrányos helyzet, megromlott párkapcsolatok, generációk közötti konfliktusok, amely maga az élet. Háji Jánossal Kovács Dénes beszélgetett. Az író számos kevéssé ismert dolgot elárult magáról. Arra a kérdésre is válaszolt, hogy bár magát optimistának tartja, műveit leggyakrabban miért jellemzi pesszimizmus. Én, mint szerző, szerintem mindenképpen optimista vagyok, mert az lenne a pesszimizmus, hogyha én úgy írnék, hogy elmismásolnám azt, hogy milyen problémákkal kell megküzdenünk az életünkben, és milyen nehézségeken kell keresztül mennünk ez alatt a X év alatt, amíg a világon vagyunk. És mert hogy azt gondolom, hogy ha nem szembesülünk azzal, hogy mi a nehézség, akkor nem tudunk változtatni se rajta. Tehát ha ilyen szempontból nézném meg, akkor azt kéne mondani, hogy igenis ezek a könyvek arra hívják az embert, hogy gondolkodjon, és gondolkodni az egy fontos dolog szerintem az életben. A színpadi jelenetek rendezője Kosik Anita volt, a produkcióban a rendező mellett közreműködtek Dézsi Darinka, Gulácsi Tamás, Tóth Károly és Martin Kovics Máté. A hangszereken Karab Zoltán és Bartusz Zoltán játszott.
A művészasztal októberben folytatódik, akkor Gerlóczi Mártonnal találkozhat majd a közönség. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Djonovic együttese az NB1 nyitófordulójában az újonc Mosonmagyaróvárt fogadta, és 9-6-os félidő után 19-16-ra megnyerte a találkozót a házigazda. A kisvárda szombaton Székesfehérváron lép pályára. Teltház előtt fogadta az alaposan átalakult kisvárdai csapat az élvonal újoncát az NB1 nyitófordulójában. 10 perc után 5-2-re vezetett a házigazda, 20 perc elteltével pedig 8-3 állt az eredményjelzőn. A csapatok védekezésére nem lehetett panasz, támadásban azonban mindkét oldalon akadtak hibák, így végül 9-6-os várdai vezetésnél mentek pihenőre a csapatok. A második félidő elején egy góra felzárkózott a Mosonmagyaróvár, mielőtt azonban a hazai szurkolók aggódni kezdhettek volna, ellépett ellenfelétű Vlatko Djonovic együttese. Az óváriak küzdöttek becsülettel, de a hazai győzelem egy pillanatig sem forgott veszélyben, csak a különbsége volt kérdéses. Végül egy gólszegény meccsen 3 gólos kisvárdai siker született. Nagyon fontos, hogy győzelemmel zártuk az első mérkőzést. A védekezésünkkel elégedett vagyok, a támadó játékunkkal viszont nem. Igyekeztünk gólra törően játszani, sok zicserünk volt, de mindkét oldalon jól védtek a kapusok. A vendégek edzője a vereség ellenére is elégedett volt játékosai teljesítményével. Gratulálok az ellenfélnek és a saját csapatomnak. Én azt gondolom, hogy első feljutó csapatként ez az idegenbeli mérkőzés teljesen rendben volt, bár én ebben a mérkőzésben többet éreztem. Úgy gondolom, hogy a fordulópontoknál belehibáztunk, zicsereket hagytunk ki, konkrétan 9 zicsert, és ezen a szinten ezt már megbüntetik. Ami tavaly elég volt, az itt már kevés, de még egyszer mondom, abszolút büszke vagyok a csapatra, úgy gondolom, hogy végigrobotoltuk a mérkőzést, ez a 16 dobott gól az NB1-ben kevés. A hazaiak kapusa Pásztor Bettina védéseivel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kisvárda mindössze 16 gólt kapott. Nagyon örülök ennek a győzelemnek. Én azt gondolom, hogy ez a csapatunknak mindenképpen egy nagy lökést fog tudni adni. Lényegében átalakult itt is teljesen a csapat, én is új vagyok még, és valóban én is azt éreztem a csapaton, hogy nagy nyomás volt rajtunk, mert ugye első mérkőzés is, mindenki nagyon akarta, hogy sikeresek legyünk és tudjunk nyerni. Igazából ma nagyon jól játszott a Mosonmagyaróvár, és nekik is gratulálok, mert tényleg hogy nem volt egyszerű győzelmet aratnunk, de nagyon örülök neki, hogy a végeredmény igazából, hogy a végén sikerült nyernünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó védekezés volt előttem, és tényleg ez segítette az én munkámat is. És a jövőben erre lehet még majd építeni, erre a védekezésre. A forduló további eredményei a következők: Eger Érd 28-33, MTK Budapest Ferencváros 25-35, Győr Albafehérvár 38-26, Békés Cseba Budaörs 31-29, Siófok Debrecen 35-18 és Vác Dunaújváros 29-24. A kisvárda következő fordulóban az Albafehérvár otthonában lép pályára. Megszerezte első élvonalbeli győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese a bajnokság 7. fordulójában az MTK otthonában lépett pályára, és Mári 11-esből szerzett góljával 1-0-ra megnyerte a mérkőzést. Az NB1 tabelláját a 17 pontos Ferencváros vezeti, az 5 pontos kisvárda a 11. helyen várja a folytatást. Az előző szezonban az NB2-ben a kisvárda mindkétszer legyőzte az MTK-t, amely lényegesen jobban kezdte a bajnokságot a szombati vendégnél. A mérkőzésen a hazaiaké volt az első veszélyes lövés, a 3. percben Bognár tesztelte Felipét, aki kiütötte a jobb felső sarokba tartó labdát. A 35. percben 11-eshez jutottak a vendégek, Ilics lövése kipattant Kicsákról, az érkező Szasszát pedig Pintél elrántotta. A büntetőt Vári a balra mozduló kapus mellett a jobb alsó sarokba lőtte. A második félidőben az MTK ment előre, de nem tudott komoly helyzetet kialakítani. Legközelebb a hosszabbításban járt a gólhoz a fővárosi csapat, Kulcsár azonban a kapu fölé lőtte az elépattanó labdát. Így maradt a 0-1, a kisvárda pedig először szerzett 3 pontot az NB1-ben. Vári Barnabás reményei szerint egyre jobb teljesítményre lesz képes a csapat. Nyilván most már régebb volt együtt játszunk, most kialakult egy más felállási forma is, más játékosokkal is, és hát hétről hétre jobb
teljesítményt nyújt mindenki, egyéni szinten is és csapatszinten is. Az 50. élvonalbeli meccsit játszó Vári a Diósgyőr elleni meccshez hasonlóan higgadtan értékesítette a 11-est. Ez egy nehezebb szituáció volt, az, hogy már kapusok szerintem meg is nézik azt, hogy miképpen végzem el a 11-est, elemzik is, illetve az időjárási körülmények igencsak megnehezítették a szituációt. Nagyon nagy esőzés vette kezdetét, illetve szembeszél, de boldog vagyok, hogy ettől függetlenül sikerült értékesíteni. A forduló további eredményei a következők: Debrecen-Szombathely 1-1, Mezőkövesd-Puskás Akadémia 2-0, Újpest-Budapest-Honvéd 0-0, Diósgyőr-Paks 0-0 és Ferencváros-Videoton 2-2. A tabella élén a 17 pontos Ferencvárosnál megelőzve a 16 pontos Honvédot. Az 5 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a folytatást. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A nyírbátori Bátor István Katolikus Általános Iskola gimnázium és szakgimnázium 1,3 milliárd forintból, a Geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola pedig 700 millió forintból bővült és korszerűsödött. Az egyházi intézményekben tanuló diákok száma 2010 óta folyamatosan nő. Az idei tanévet már több mint 210 ezer tanuló kezdte el ilyen iskolákban vagy óvodákban. 2019. január 1-től megszűnik a kötelező gépjármű biztosításhoz tartozó úgynevezett baleseti adó. Az eddigi 30% mértékű adónemet egy úgynevezett biztosítási adó váltja fel, amelynek kulcsa 23%-os lesz. Az új adót nem a biztosítási díjon felül kell majd megfizetni, hanem a társaságoknak kell befizetniük a költségvetésbe. Új tanoszoda épülhet Tiszavasváriban, a kormány úgynevezett TTT programjának köszönhetően. A program első üteme 2015-ben indult, annak keretében 25 településen létesül új tanoszoda. A második ütem 2017-ben indult, ebben pedig 26 településen jelöltek ki új tanoszoda építést. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 3-án. Hétfőn friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap több felhőre, lehűlésre, záporokra, zivatarokra lehet számítani. A Dunántúlon már napok óta esős, őszies időjárást okozó magassági hidegörvény keletebbre húzódik, így átmenetileg térségünkben is csapadékosabbra, kissé hűvösebbre fordul az idő. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, és hajnaltól eső, zápor is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben sok lesz a felhő fölöttünk, és eső, zápor, zivatar egyaránt várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyenge hidegfronti hatás érezhető térségünkben. A hét közepétől a gomoly felhők mellett ismét több lesz a napsütés, szerdán még több felé, majd csütörtöktől csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet az átmeneti lehűlés után 25 fok fölé melegszik a legmelegebb órákban.